Sziasztok, gyerekek! A rét mezőállataival ismerkedhettek meg ebben a videóban. Gyertek velem, és keressük meg őket, mert bizony elbújtak. Először egy kis ürgét fogunk keresni. Az ürge egy rágcsáló mókusféle állat. Növényeket eszik, főleg magvakat és fűféléket. Kotorékban lakik, a földben él, és téli álmot alszik. Keressük meg! Szerintetek hová bújt? Igen, mintha a kő mögött lenne. Nézzük meg! Igen, ügyesek voltatok. Meg vagy kis fürge-ürge? De még van itt valaki. Egy hernyót keresünk. A hernyóknak pontszemeik vannak, és állábakkal közlekednek. A legtöbb növényevő. Ez a hernyó egy lepkehernyó. Igen, szép lepke lesz belőle. Kitalálja meg hernyó barátunkat? Igen, a fehér virág mögött bújt el. Ügyesek vagytok. Itt egy túrás. Ki lehet? Igen, egy kis vakondé. A járatokban felhamozódott a talaj. Ezért azt kitúrta. A földben él és kiválóan ás. Lehet, hogy nem hiszitek, de ügyesen fut és úszik. Rendkívül jól hal. Főleg girisztákat eszik, de tápláléka még a csiga is. Vannak még itt állatok? Most egy kis madarat keresünk. Ki látja már? Igen, a virág mögé bújt. Ő a mezei pacsirta. Énekes vonulú madarunk. Érdekesség, hogy 5-6 évig élnek, de fogságban akár 20 évig is. Főleg girisztát, rovarokat eszik. A bokor mögött mocorog valaki. Milyen hosszú fülei vannak. Na hát, ki lehet ő? Igen, bizony. A mezei nyúl. Növényevő állat. Rendkívül gyorsan tud futni. Még cikcakban is. Magányosan él. Most egy kis leveli békát keresünk. Kétéltű, a vizes területeket kedveli jobban. Éjjeli állat. Így sötétedéstől lehet inkább már hallani. Repülő rovarokat eszik, zömével. Akár 15 évig is elélhet. Petével szaporodik, egy anyaállat, akár 150-300 petét is lerakhat. Keressük meg ők elmét, hol is lehet. Áhá, a fűszálak mögött. Ti is megtaláltátok, igaz? De aranyos. De még van itt valaki a kövön. De hisz ez egy kis tücsök. A mezők gyakori lakója, rovar, nem tud repülni, viszont ásni tud. Érdekesség, hogy hallószerve nem a fején van, hanem a lábszárán. A hímek híresek a hangos cirépelésükről, este és éjjel hallhatóak igazán. 3-4 hónapig élnek. Itt is van még két kis állat. Nézzük csak meg, hol lehetnek. Igen, az egyik a virág mögött van. Ő egy lepke. A lepke főleg nappal aktív, a napos időt szereti a legjobban. Állati ürülékekről és tetemekről szívogató lepke is van, de van olyan, ami nektárral táplálkozik. Még van itt egy kedves bogárka. Ki ő? Igen, a közkedvelt Katica bogárka. Becézni is szokták. Kata, Katica, Katóka, Bödebogár, Tehénke, Bumbum bácsi nevekkel. Hasznos a mezőgazdaságban, mert levél és pajzstetvekkel táplálkozik. Biztosan nagyon ügyesek voltatok. A végére értünk a mai kukucskáló játékunknak. Remélem, hogy sokat tanultatok, miközben a rét mezőállatait kerestük. Iratkozzatok fel, ha tetszett a videó. Sziasztok!